Nos, azok, sziasztok! A mai napon egy vlog videót hoztam el nektek, hiszen már nagyon régen nem volt. Képzeljétek el, nekem van egy Instagram profilom, mint rengeteg más embernek, és szoktam kitenni rá képeket, hiszen amúgy az Instagram erre van, és szoktam olyan kommenteket kapni, amit úgy nem igazán értek. És erről szeretnék ma egy picit beszélni hozzátok. Szóval be is mutatok nektek pár kommentet, aztán pedig el fogom mondani, hogy mi ezzel nekem a problémám. Még mielőtt leírnátok 200-an, tudom, hogy a bimbommal lehet üveget vágni. Kezdjük is el! Kitettem Instagramra egy képet, jött alá egy komment, hello, szerintem szar videós vagy. Ez a komment egy olyan sráctól jött, aki szerintem nem lehet több 9 vagy legfeljebb 10 évesnél. Szóval hát válaszoltam is neki, hogy hello, szerintem ennyi idősen nem lehetne instád. Jött a válasz, jól van már, Istenem, segíts, ha nem bírod el a kritikát, te bajod. Hú. Egy másik srác hozzá is szólt, hogy kritikát nem így kell írni, hülye gyerek. És frankón én is azt vettem észre, hogy az ilyen fiatalabb srácok persze tisztelt a kivételnek, hiszen a 10-11-12 éves gyerekek között is rengeteg intelligens gyerek van, csak nagyon sok a hülye is. Szóval szerintem ez a gyerek sincsen tisztában a kritikának a fogalmával. Amit ő írt, hogy hello, szerintem szarvideós vagy, az nem egy kritika. Tudjátok, hogy mi a kritika? Amit például a Puzsér Robert csinál. Puzsér Robert kritikus. Sőt, képzeljétek el, Puzsér Robert már az én vetkőzős focis videómat is kritizálta. Na az kritika volt. Mitől lesz kritika egy kritika? Az nem kritika, hogy szerintem szarvideós vagy. Az egy vélemény, az egy álláspont. Egy kritika attól lesz kritika, hogy te, amit mondasz, alátámasztott tényekkel. Megindoklod azt, hogy te miért gondolod ezt így. Mindegy, erről majd a videónak a második felébe beszélek, többet ugorjunk is át a második kommentre. Szar vagy az is! Köszönöm szépen. Tudom, tisztában vagyok vele. Sőt, képzeljétek el, szarból a legnehezebb várat építeni. És én a szarból építettem egy várat, az már mások, hogy leromboltam, de akkor is annó építettem egy várat a szarból, és ez egy kurva jó dolog. Szóval szar vagyok, aláírom. A következő komment a legutóbbi Instagram fényképem alá érkezett, idézem, te buzi. Okay. Gondolom meg se kell említenem megint, hogy a kommentet egy ilyen a 10-es évének nagyon legelején járó srác írta. Szóval válaszoltam is neki, hogy aztán apukád nehogy megláss, hogy itt rakoncátlankodsz. De tényleg meg ne lássa, mert még a végén megváltoztatja a wifi jelszót, és akkor hogy fogsz buzi kommentet írni az is alá? Na, hogy? A srácról érkezett is válasz komment, hát be kell, hogy valljam, hasonlóra számítottam, anyád. Köszi szépen, jól van, átadom neki az üdvözletet. És képzeljétek el, születtek olyan kommentek is, amikről most sajnos nem tudok screenshotot mutatni, hiszen a srác azóta már törölte őket, de el kell, hogy meséljem, hogy mi volt, mert egyszerűen zseniális. Jött egy komment az egyik képem alá, ahol a srác az édesanyukámat a legősibb mesterséggel hozta elég szoros összefüggésbe, hogy finoman éljek a szavakkal. Hát válaszoltam is neki, hogy nem biztos, hogy így kéne beszélni, meg ilyet kéne mondani. És aztán egy olyan fordulat következett, amire frankón egyáltalán, de nem számítottam. Srác kommentelt, hogy bocsi, nem ide akartam írni, de az is amúgy nagyon szeretlek, te vagy a kedvenc videósom. Na ez mi gáz? Ez mennyire gáz már? Ez még gázabb, mint én. Pedig nálam azért nagyon nehéz dolog gázabbnak lenni, de ennek a srácnak sikerült. Szóval... Na, térjünk is rá a videónak a lényegi részére. Nos, tudni kell azt rólam, hogy én rengeteg embert utálok, de én valamiért már ilyen 10-11-12-13 évesen is olyan voltam, hogy egy általam utált embernek a posztjához nem szóltam oda semmilyen anyázósat, semmilyen nemi identitását kétségbe vonó kommentet. Sőt, még a posztját vagy a videóját sem néztem meg, mert én nem szeretem, és ezáltal nem érdekel az, hogy mit csinál. De az e fajta gyerekeket tényleg nem tudom egyszerűen megérteni, hogy az neki boldogságot okoz, hogy egy általa utált emberhez oda kommentel valami csúnyát, mert általában csúnyát szoktak, és utána leírja azt, hogy a édesanyukádat, azután mit csinál? Lezárja a telefonját, és akkor most jól megmondtam. Most biztos nagyon rosszul érzi magát. Most elégedett vagyok magammal, mert elértem valamit. Tényleg nem tudom felfogni, hogy egyes embereknek az ilyen kommentek írása az mit okoz? Tehát eufórikus állapotba kerül tőle, hogy most elküldtem az anyjába azt az embert? Vagy boldog lesz? Vagy mi? Szóval, hogyha te esetleg ilyen vagy, akkor írd le kommentbe, hogy te begépelsz egy ilyesmi kommentet, azután úgy
boldog vagy? Vagy mi történik? Jobban alszol? Stb. Hozzá kell tennem azt, hogy egyszerűen ezektől a kommentektől már nem is tudom normálisan élni az életemet. Kettők szanak szélek egyszerűen már nem is tudok elaludni, mert annyira a szívembe vésnek ezekkel a kommentekkel, hogy már nyugtató kell ahhoz, hogy csak aludni is tudjak. Annyi álmatlan éjszakát okoztak nekem ezzel. Nem fogok sírni videóba. Nem. Kivágok! Kivágok! A másik dolog, ami szerintem elsőjött az ilyen embereknek az agyához már, hogyha van, hogy ha kommentenek nekem ilyet, azzal csak nekem segítenek. Hiszen az Instának is úgy működik az algoritmus, hogyha nekem több kommentem van, akkor engem több helyre fog bedobni. Sőt, elárulom nektek, hogy a YouTube-nak is így működik az algoritmusa. Hogyha nekem több kommentem van, illetve több lájkom vagy diszlájkom, akkor engem többször fog ajánlott videóba bedobni. Ezáltal még többször láthatja majd a csúnya pofámat, és még többször küldete az édesanyukámba. Szóval végülis magának teremti meg a lehetőséget, hogy újra és újra megcsinálja ezt. Ha te esetleg ilyen vagy, akkor köszönöm szépen, hogy ezt csinálod. Miattad van az, hogy legalább 5000-en megnézik a videómat 172000 feliratkozóval, és nem csak 150-en. Szóval ez a videó ennyi is lett volna, várom a kommenteket, mindenféle kommentet várok, amit csak akartok, írjatok nyugodtan, zúdítsátok rám, én pedig most elköszönök, ti jók legyetek, én pedig Dazis voltam, csecse, és még be kell dobnom két szanakszot, hogy tudjak aludni.